Sikeresen visszatért az Orion űrkapszula, miután kétszer megkerülte a Földet. A tegnapi elhalasztott start után ma a NASA végrehajtotta a tesztet, azzal az űreszközzel, amellyel később embereket szeretnének a Marsra juttatni. A kapszula majdnem 6000 kilométerre távolodott el a Földtől, 42 éve nem járt ilyen messze ember szállítására alkalmas jármű. Részletek Kerner Zsolttól. Sok ezren álltak egy floridai katonai bázis mellett, és nézték, ahogyan ez a rakétát lő ki az űrbe. A jelenet az amerikai űrprogram legendás időszakára emlékeztetett. Az Orion űrkapszulát eredetileg tegnap tervezték fellőni, de a nagy szél, a technikai problémák és egy kikötőbe tévedt hajó miatt elhalasztották az akciót. 5, 4, 3, 2, 1. De ma végre sikerült. Az űrkapszulát egy Delta IV nehéz rakéta emelte az égbe. Az Orion majdnem két teljes kört tett meg, kevesebb mint 5 óra alatt. Az Egyesült Államok keleti partjáról indult, és a nyugati part mellett ereszkedett bele az óceánba. 5800 kilométerre távolodott el közben a Földtől. Ez 15-ször olyan messze van, mint a nemzetközi űrállomás. A mai repülés volt az egyik kezdeti lépése annak a tesztsorozatnak, amellyel azt ellenőrzik, alkalmas-e a kapszula arra, hogy 2030 táján embereket vigyen a Marsra.